Szevasztok, kedves nézőim, megérkeztem egy újabb videóval, amiben én ezt a német sztormi cukorkát fogom megkóstolni. Van rajta egy hajó, és Németországba árulják, és onnan lehet rendelni. Ez így néz ki. És most ezt fogom megkóstolni. Stormi cukorka. És ilyen egy szám. Az íze az olyan, mint Magyarországon, ami van ez a pász. Olyan az íze. Csak annyi, hogy mentolos és savanyú egyszerre. De olyan, mint a páz Magyarországon. És ez a stormi cukorka. Stormi. Amúgy nem rossz. Egész jó. Hasonlít a pezre, a szőlőcukorra is. És mentolos és savanyú egyszer. És jó kemény. Ilyen szőlőcukros íze van nagyon. És pezes. Savanyú mentolos. Mindig főképp mentolos, de amúgy nem rossz. És egyesek ezért hajóznak el. Ezt behozzák. Miután megrendeli valaki. De, ja. Csak rendelésre lehet Magyarországra hozni, mert amúgy nem hozzák Magyarországra, nem forgalmazzák itt, de nem rossz, amúgy. Szerintem egy kóstolás megér, amúgy elég jó cukorka. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl. Ez volt a Stormi cukorka, a hajós csomagolású, német. Itt is rajta magyar felirat amúgy. Semmi magyar felirat nincs rajta. Komoly. Itt is az elején is. Semmi magyar fejlet. Ja, köszönöm a figyelmet, aztán jó szórakozást, iratkozzatok föl, osszátok meg, ha tetszett a videó, aztán érkezek egy következő videóval majd. Szevasztok!